Sziasztok, szevasztok! Megígértem, hogy ahogy készítek egy felvételt a tájfóról. Jöttem a tengerpartra. Nem játszok rá, megígérem. Nej, Sanyi! Nem, annyira azért nem durva, nem zorral. Itt le van zárva, tehát... Ha emlékeztem arra, hogy... Tehát itt van ez az 5 méteres fal. Leheszeljük, lefigyeljük. Na jó, de azért annyira nem durva, tehát én ennél ötször ilyen durvább tájfunnál csináltam már live-ot, és akkor majdnem ott is maradtam egyszer. Volt olyan, hogy egy reklámtábla, jó 2 méterszer 1 méteres reklámtábla, lerepült, leszakította a szél, és úgy, mint a frisbee repült felém, úgyhogy elhajolni se tudtam volna, tehát majdnem egy olyan méterrel repült el mellettem, de olyan sebessége, hogy amellett tényleg nem tudtam volna elhajolni se. Most rá, ide még, itt vannak a hajók. Nem tudom, hogy így önmagában a szelet, ahogy lehet érezni, csak a hangot hallgassátok. Sípol a, és még ott is átkarja a vízet. Nagyon jó. Itt vannak a pálmafák, jól érzik magukat. De még mondom, hogy annyira nem zorral, tehát annyira nem durva egyáltalán. Ha rá akarok játszani, akkor nagyon durvának tudom tetetni. És itt most egy elég jó szélcsendes övezetben vagyok éppen. Ja. Tehát úgy egész kellemes, hogy úgy mondjam. És még csak most jön ide, most kezd ide bejutni. Igazából live-ot akartam készíteni, de mivel hogy ott lezárták, és az érdekes részét nem tudom megmutatni nektek, ezért aztán és megpróbálok felvenni még egy pár dolgot, olyan jelenséget, ami kicsit zorolla, hogy valami nagyon vigyázzunk, itt a vég! Sima felületű, olyan kis tószerű. Hát ez valami, legalább egy felvétel.
látszott!